Mi magyarok. Madagaszkár királya Gróf Benyovszki Móric. 1746-ban született a Nyitra vármegyei Verbón. Apja halála után távol létében kizárták örökségéből, amiért fegyverrel próbált elégtételt venni. Ezt az osztrák udvar felségsértésnek minősítette és száműzte hazájából. A lengyel rokonoknál menedékre lelve részt vett az oroszok elleni háborúban, melyben sebesülten fogságba esett. Kamcsatkában raboskodva, a művelt magyarra felfigyelt a kormányzó. Elkészítette a terület első földrajzi, néprajzi és állattani leírását, de a szabadulás gondolatát nem adta föl. A fegyenc telepen tisztársaival 1771-ben felkelést robbantott ki, és egy elfoglalt hajóval Ázsiát és Afrikát megkerülve visszajutott Európába. Madagaszkárra a francia király megbízásából indult 1773-ban. A szigeten elnyerte a benszülött malgasok bizalmát, és kilépve a francia szolgálatból elfogadta a felkínált királyi címet. A törzsek számára alkotmányt szerkesztett, és egy modern állam megalapításának tervével, Európában keresett támogatást. Bécsben Mária Terézia elutasította a fiúmei kikötőből történő kapcsolattartást, és Anglia sem látott lehetőséget Madagaszkárban. Amerikában viszont talált kereskedelmi befektetőket, de 1784-es expedíciója Baltimoreból csak Brazíliáig jutott el. A következő évben mégis kikötött Madagaszkáron, ahol a franciák elleni háborúban elesett. Benyovszki Móric négy világrészt bejárva az egyik legjelentősebb magyar utazó volt. A csendes óceán északi részén tett felfedezéseivel megelőzte James Cookot. Emlékiratait Londonban adták ki, amit Jókai Mór fordított magyarra. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.